Ne bizonyítani, kik ez Megyesi Zsófia sorozat szerkesztő a vendégünk. Ezért csak ami jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. És mindig örülünk az olyan típusú beszélgetéseknek, amikor nem csak, hogy feltétlenül egy új kiadványról, könyvről van szó, hanem egy olyan típusú új könyvről, kiadványról van szó, ami egyfelől a történelemről, másfelől meg az olvashatóságról szól, hogy könnyebben fogyasztható, könnyebben megérthető, színesebb, látványosabb kiadvány, amit a kezünkben tartunk. Honfoglalás és államalapítás, ugye ennek a kiadványnak a címe. A Judittal azt kérdeztük mindjárt öntől, csak ezt a nézőink még nem hallhatták, hogy az alapvetően tankönyvnek tekinthető, vagy annak is? Nagyon remélem, hogy tankönyvként is fogják használni. A szándékunk az volt, hogy a tartalom méltó legyen egy tankönyvhöz, de a formája sokkal közelebb álljon a mai olvasóközönséghez, elsősorban a fiatalokhoz. Itt egyébként a kis rövidke reklámszünetet mi azzal töltöttük, hogy ugye végiglapoztuk ezt a kiadványt, és valóban nagyon minőségi, nagyon sok kép, táblázat, színes információk vannak benne, és hogy azt néztem, hogy igazából, ahogy belelapoz az ember, hát rá kell jönnöm, hogy nagyon sok mindent felejtettem a középiskola óta. Mennyire jellemző, hogy felnőttek újra a kezükbe vesznek történelmi könyvet? Hát a Kossuth Kiadó kiadványai között számos történelemmel foglalkozó van, magyar történelemmel foglalkozó is, és azt tapasztaljuk, hogy igenis keresik az olvasók. Elnézést. Természetesen elsősorban azokat a kiadványokat, amik könnyen emészthetők, tehát nem nagyon akadémikus szinten tárgyalják a történelmet, és nekünk is ez volt a célunk, hogy úgy adjunk ismereteket, alapos ismereteket, hogy közben a formával segítsük a megértését ezeknek az ismereteknek. Egy ilyen kiadvány elkészítésénél, szerkesztésénél mennyire kell, mennyire érdemes mondjuk akár nemzetközi trendeket figyelembe venni? Nagyon is, és azt szeretném mondani, hogy ez gyakorlatilag az első olyan hazai próbálkozás, hogy a brit sajtóban, vagy könyvkiadásban már nagyon régóta meghonosodott bukazin műfajt magyarítottuk. Book magazine, vagyis, hogy könyvtartalom magazinos formában. A Kossuth Kiadónak vannak ilyen kiadványai már, a BBC History sorozatot, hogyha valaki kezébe veszi, de az a kiadvány nagy részt, vagy mondjuk 70%-ban a BBC kiadványát magyarítja, és kb. 30% magyar tartalom van benne. Ez viszont az első olyan kiadványunk, ami történelemmel foglalkozik, és kizárólag magyar tartalmat hoz. Igen, ez milyen érdekes, hogy ami az én kezemben van, ugye kemény kötésű, és ettől olyan érzetem van, mintha egy tankönyvet fognék, és ugye Robi kezében lévő ez a magazin formájú. Igen, a paperback. Puha táblás változat, igen, ez szándékos. Minden bukazin jellegű kiadványunk, amiket átveszünk külföldről, azokat is két formátumban adjuk közre, pont azért, mert a magyar közönség igazából pénzt azért szeret kiadni, amit olyan komolyan kézbe tud fogni, és föl tud tenni a polcra. Tehát magyarul a kemény kötésöt szeretik jobban? Igen, legalábbis annak van súlya minden értelemben, viszont szeretnénk azt az olvasó réteget is megcélozni, akik már nem ennyire a papír alapú információhoz szoktak, tehát nekik olyan színes, sokféle kicsi információ, vagy nem, az információ nem kicsi, csak a formátum a kicsi, kisebb egységekre osztott információkat adunk át, ami közelebb áll ahhoz a mai információszerzési módhoz. Hát ez biztos egyébként, hogy most őszintén megvalva, nagyon sokszor megrémülünk akkor, amikor egy ilyen típusú könyvet, kiadványt az ember a kezébe vesz, és csak betűket lát. Ugye, hogy... Robi, de aranyos vagy, hogy ez milyen rémisztő. De nem, de ez tényleg tud rémisztelni, mert aki a kezébe veszi ezt a kiadványt, ezt a könyvet. Jó, ez nem rémisztő valóban. Amúgy rá, nem egy csomó olyan információ csak vizuálisan éri az embert, hogy tulajdonképpen sok esetben nem is kell olvasni hozzá tartalmat. Sőt, hát hadd emeljem ki belőle azokat a vastagon szedett mondatokat, amiknek az a célja, hogy vezessék az olvasót a folyamatban.
és akár, tehát olyan, mint egy lead az újságban, ugye, hogy ha ezt elolvasom, akkor tudom, hogy ott a környező bekezdésben miről van szó. Tényleg nagyon-nagyon modern a feldolgozása ennek a témának. Ugye most ez a kiadvány a honfoglalás és az államalapítással foglalkozik, de ez feltételezem azt jelenti, hogy egy teljes sorozat lesz majd. Egy sorozat első kötetéről van szó, igen, egy 7 kötetes sorozatról, aminek Magyar História címet adtuk, és ebben komoly tudósok, akadémikusok vesznek részt. Hadd mondjuk el az első kötet két szerzőjét, Sudár Balázs, illetve Dr. Font Márta, mind a ketten a Magyar Tudományos Akadémia jeles tagjai, pontosabban Sudár Balázs a Magyar Őstörténet témacsoportnak a vezetője, Dr. Font Márta pedig akadémikus egyetemtanár. Tehát ez biztosítja a tartalom mélységét. Meddig mennek el a sorozattal? De hol lesz a vége? 2004-ben, tehát az uniós csatlakozásig viszi majd az utolsó kötet a témát. Sokatok valamit? Nekem ez a nagy címfájdalmam. Hogy? Hogy mondjuk az elmúlt 20 évről. Hát nem nagyon van. Tehát egy-egy évet, vagy egy-egy fontos politikai történést feldolgozó könyv van. De olyan, ami kvázi tankönyv jelleggel mondjuk a rendszerváltás óta eltelt időszakot feldolgozna, nem nagyon van. Nyilván nagyon nehéz, hiszen még nincsen olyan jellegű történelmi rálátásunk. Tehát pillanatnyilag különböző álláspontok kavalkádja van, amiből minden történész, aki ezzel próbál foglalkozni, megpróbálja a maga szempontja szerint összeválogatni a forrásokat. De gyakorlatilag ugyanez a helyzet az őstörténettel is, hogyha visszakanyarodunk az első kötethez, hiszen ott is különböző krónikákból, históriákból, gesztákból tudunk csak információkat szerezni, és bizony ezek sem feltétlenül egyértelműek, úgyhogy gyakorlatilag az őstörténettel foglalkozó kutatók is válogatnak a forrásokból, és én ehhez hoztam a kötetből egy ábrát, ami az egész szemléletét tükrözi. Ez egy szufi bölcsesség vagy tanmese, valamilyen oknál fogva az afgán Mona Lisa nevet viseli, de a lényeg az, hogy ha bekötött szemű embereket odaengedünk egy elefánthoz, akkor attól függ, hogy ki melyik részét fogja az elefántnak, abból fog általános következtetést levonni, és bizony a történelemkutatásban is gyakran fordul elő, hogy ha csak a régészet, ha csak az irodalom, vagy az írott források, ha csak az illusztrációk felől közelítünk, akkor nem teljes képet látunk. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és bemutatta a honfoglalás és államalapítás című könyvet. Köszönjük szépen, illetve a sorozatkezdő.